több méteres rönköket láncfűrésszel vágják és baltával aprítják, mielőtt a teherautóra kerülnek. A Máltai Szeretetszolgálat pécsi munkatársai olyan családokhoz indulnak vele, ahol nehézséget okoz a fűtés a téli hidegben. Két hete már nem volt fán, és azért örülök neki, hogy most kaptam. Egy jó két hétig ez is elég lesz, minden kincs ez a fa. A Szeretetszolgálat munkatársai tudják, kik vannak a legnehezebb helyzetben a környéken. Jól segíteni úgy tudunk, hogyha pontosan azokra az igényeikre tudunk viszonylag gyorsan reagálni, amire a legnagyobb szükség mutatkozik. Ezért van, ahová nem tűzifát visznek, hanem feltöltik a kártyát az előre fizetős villanyórához. Most akkor beütöm a feltöltókódot. Az öttagú családnak erre van most leginkább szüksége. Gyerekek miatt fontos az áram, mert ők félnek a sötétbe, meg a fürdéshez, mindenhez, az alapszükségleteinkhez kell. Ezek a gyors segítségek az EO Hungária csoport 25 millió forintos támogatásának köszönhetően érkezhetnek meg az otthonokba. A Máltai Szeretetszolgálattal az együttműködésünknek az a fő célja, hogy egyesítsük erőinket. A Szeretetszolgálat pontosan tudja azt, hogy hova menjen, milyen típusú adomány, hogy meleg legyen otthon, mert nagyon sok családnak sajnos nem adatik meg az otthon melege. 27 dél-dunántúli kistelepülésen, valamint Pécs legszegényebb részein 460 családnak nyújtanak segítséget, illetve olyan jelenlétházak fűtését biztosítják, ahová melegedni, fürdeni, mosni és ruhát szárítani térnek be a helyiek a hidegebb hónapokban. Együtt is gazdálkodunk a családokkal, végig beszéljük azt velük, hogy hogyan tudják ezt pontosan felhasználni, és hogy fog kitartani. Az EO Hungária csoportnak nem ez az első téli fűtést biztosító együttműködése. Az elmúlt év végén szintén 25 millió forintos rendkívüli adománnyal támogatta az Ökumenikus Segélyszervezet rászorulókat segítő munkáját is.